Leonard Bernstein elképzelései alapján a Nemzetek Filharmonikus Zenekarát, amely a világbékét szimbolizálja, egy zongorista karmester Justus Franz alapította még 1995-ben. Azóta ezt a zenekart a világ 10 legjobbja között tartják számon. Justus Franz azonban az idei évattól még egy zenekar zeneigazgatója lett, a Berzsébai Szimfoniettájé. És a világhírű dirigens egy nemzetközi Brahms fesztivállal indította új zenekara új időszámítását. Mi pedig ott jártunk a fesztiválon. Jeruzsálemtől egy órányi útra Izrael déli részén, a sivatag kapujában van Berzséba város. A bibliai időkben Ábrahám családjával együtt érkezett ide. A nagy szárazságban 7 kutat fakasztott, innen a séva, vagyis a 7-es szám. Napjainkban hihetetlen kulturális gazdagság várja az alig 150 ezeres városkába látogatót. Az 5 éve épült, művészetek palotája méretű berzsébai koncert és színház palota Brahms fesztivállal várt ránk. Meglepett a zenekar felkészültsége. Sokkal magasabb szinten vannak, mint ahogy vártam. Azt hiszem, ez nem csak a zenészeknek köszönhető, hanem a nagyszerű maestro érdeme is. A maestro, akiről a moszkvai állami hangversenyzenekar szólistája beszél, Justus Franz, aki Bernsteinnel, Karajannal debütált egy korzongora művészként. Saját, még Leonard Bernsteinnel alapított nemzetközi zenekarát pedig a világ legjobb 10 zenekara között tartják számon. Szóval a 40 éve alapított izraeli szimfonietta Berzséba zenekar életében az idei évattól az új zeneigazgató Justus Franz fordulópontot jelent majd. Justus Franzzal beszélgetve meglepően sok magyar zenei kapcsolat bontakozott ki. Először is Brahms maga, akinek életében komoly szerepet játszott 2 magyar származású hegedűs, Reményi Ede és Joachim József. A magyar zenészek a szabadságharc után voltak kénytelenek Hamburgba emigrálni. Ott találkoztak a fiatal Brahmszal. Az mindig szomorú, ha valaki búcsút mond az addigi életének. Akkoriban Hamburgban hallhatóan a lelküket, szívüket beletették a zenébe. Sokan közülük később elhajóztak Amerikába. Brahms ekkoriban még nagyon fiatal volt, és szívfacsaró volt hallania a magyar muzsikát. Addig csak a német zenét ismerte. Az jobbára kimért és szomorú volt. És ahogy hallotta a magyarokat játszani, az olyan volt számára, mintha megpaprikázták volna. Azt gondolom, Brahms karakterét a magyar muzsika jelentősen átalakította. Volt egy magyar hegedűs, akivel később egész Németországot végig koncertezték. Tőle rengeteget tanult is. József Joachim volt a neve. Egyébként az én nagyapámnak is ő volt a hegedű tanára. Visszatérve fiatal orosz zongoristánkhoz, számára Brahms második zongora versenye nem csak mestermunka, melyet a zeneszerző érett korában komponált, hanem egyfajta próbatétel is zongoristaként. Brahms második zongora versenyét úgy tudnám leírni, mint ahogyan életet ad valaki egy gyermeknek. Tulajdonképpen nem csak azért, mert megkönnyebbülést érzel, amikor vége van, hanem mert amíg játszom, az egy merőben különböző érzelmi állapot. Igazából inkább küzdelemnek nevezném több szempontból is. Fizikailag és lelkileg is. Meg minden szempontból. Míg nem a végén, a negyedik tételben aztán megérkezik a boldogság. A nevetés. Szóval a születés szimbolikájával tudom összehasonlítani. És hogy a magyar kapcsolatokat folytassuk, egy másik fiatal zongoraművész Brahms első zongora versenyére gyakorol. Asaf Kleinman zeneszerzést is tanul, méghozzá magyar származású Hajdú András zeneszerzőtől. De most itt Justusszal gyakorolnak a legapróbb részletekig. Te ezt mindig így csinálod. Igen, igen.
Asaf zeneszerzést tanulva elmélyülten foglalkozik azzal a metódussal, ahogyan Brahms írta műveit. Brahms ugyanis a gyönyörű dallamok mellett mesterien manipulált a bonyolult ritmusváltásokkal. Néha előfordul, hogy nehéz Brahms kottáját olvasni. Úgy értem, amikor a kamarazenéit nézem, vagy a cellószonátákat. Valahogyan nagyon-nagyon koncentrálni kell, hogy egyáltalán az egyeket megtaláljuk az ütemben, mert mindig mozgásban tartja, attól, ahogyan bánik a ritmusváltásokkal, és ez elég nehéz. Ez például... Mert itt 6/4-ben van, de közben egy belső váltással átmegy 6/4-ből 4/2-be. Itt például. Magyar zenésszel is találkozunk Beersevában. Batyi Róbert nagybőgő művész, aki Wolfgang Güttlernél tanult Németországban. Nem csak Justus Franz zenekarának tagja, hanem egyúttal a zeneigazgató jobb keze, asszisztense is. Annyi feladata volt a fesztivál ideje alatt, hogy ezúttal csak lopott időben tudott gyakorolni egy kis teremben. Mindig kihasználom azokat a pillanatokat, hogyha tudok gyakorolni, és nincs mellettem senki, hogy akkor elvonulok. Egy zenésznek hangszer nélkül élni, az nem lehet, tehát az lehetetlen. Justus Franz Brahms szimfóniáit, zongora és hegedű versenyeit azért választotta, hogy nemzetközi színvonalra emelhesse az izraeli szimfóniétta Beersheva zenekart. Így akár Budapesten is találkozhatunk velük a jövőben. Igazából, amit én csinálok, az az, hogy megtanítsam a zenekarnak, hogyan szólaltassa meg a szimfóniákat kamarazeneként. Ez nagyon fontos. Játszani tudni hangosan, utána visszavenni halkra, sokkal kifinomultabban muzsikálni.